olvassad. Egy nap eltelt, és sikerült vizet fabrikálnunk. Kicsit gumi ízű, de a mi vízünk. Nagy kő esett le a szívükről. Kicsit el akarom húzni. A probléma az volt, hogy levegőt kapott a vízkészítő berendezés, és nem jött ivóvíz. Le kellett szerelni az egész rendszert, és manuálisan kellett pumpálnunk ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy nem a pumpa, nem a motor, nem a berendezés a hibás, hanem maga a beépítés és a csőrendszer. Buli lesz, fiúk, van bőve. Tehát, hogy most a Basic 0.9-es verziója megy a vízkészítésnek, akkor most összepróbáljuk szerelni a 2.0-as verziót, ami már a hajóban lesz. Na, sikerült beszerelnünk a hajóba a vízpumpát, és ráraktuk az elektromos motort is. Most már minden frankon üzemel, és gyakorlatilag manuális pumpálás nélkül is légtelenül biztosan működik minden, tehát holnap reggel el tudunk indulni. Az ára, körülbelül fél napnyi folyamatos munka, egy kéget biztosíték. És még a jó hír az, hogy a mellettünk álló hajónak a kapitánya mondta, hogy ha holnap indulunk, akkor ide jön a vitorlás hajójával, és kiviszi a szülőket és a stábot, hogy most már tényleg véglegesen el tudjunk búcsúzni, és integetni tudjanak nekünk. Mi a nap, a finom? Ennyi vizet nem ittam az életben.